A műsort támogatta a Benteler Autotechnika Kft. Szakértelemmel, bátorsággal és ambícióval 140 éve a vevői igények szolgálatában. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket mai adásunkban. Témánk utánpótlás tehetségprogram, és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket is. Fenyvesi Klárát, a Benteler Kft. HR vezetőjét, és Tolmási Krisztinát, a Concordia senior tanácsadóját. Köszönöm, hogy eljöttetek. És akkor vágjunk is bele, mi is ez, hogy utánpótlás? Egyáltalán hogy jön ez a téma hozzátok? Hogyan merül fel egy ilyen igény egy cégnél? Miféle problémák merülnek fel, amikor elkezd egy cég ilyen utánpótlás programban gondolkodni? Összetett egyébként, hogy hogyan jön létre egy ilyen program. Több oka is van, ami miatt mi elhatároztuk, hogy csinálni fogjuk. Az egyik az, hogy rendszeresen évenként csinálunk egy úgynevezett motivációs felmérést, ahol az az eredmény jött ki, hogy a beosztottak, vagy a kollégák nem elégedettek a vezetőik vezetői stílusával, illetve nincsen olyan belső fejlődési lehetőség, amiben részt tudnának venni, vagy ami transzparens lenne, mindenki számára elérhetővé válik. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy hagyott, vagy ment el a cégtől néhány olyan vezető, akiknek a pótlása elég hosszú időt vett igénybe, és nehézségbe ütközött, és lehet, hogy volt az osztályukon belül olyan ember, akiben megvolt az a potenciál, hogy vezetője válhasson, de hiányoztak azok a lépések, amin keresztül mi képeztük volna őt erre. Tehát magyarul nem voltak helyetteseik. Az ember azt gondolná, hogy olyan természetes, hogy a vezető gondoskodik a saját utódjáról, és hogy ez ilyen alap dolog egy vezető fejében. Mégis azt gondolom, hogy talán van ilyenkor egy kis félelem is bennük. Ezt ti hogy láttátok? Abszolút így van. Akkor, amikor előálltunk az ötlettel, hogy jó lenne, hogyha csinálnánk egy utánpótlás és tehetségprogramot, ami számukra is segítség lehet, akkor rögtön benne van az a félelem, hogy miért kell nekem helyettes, hiszen én nem szándékozom elmenni a cégtől. Úgy tudom, hogy volt ennek egy nyitó workshopja. Uh-huh. Ott miket láttatok ezzel kapcsolatban? Egyáltalán az érzésekben, a vezetők érzéseivel kapcsolatosan mik derültek ki? Megjelent valamennyire ez a félelem, vagy... Hát azért ez erős szó, hogy félelem, de hogy ott volt egy ilyen kis feszengés arról, hogy jó, hát most itt az utódlásunkról beszélünk, de hogy nagyon erősen az is megjelent, hogy túlterheltek vagyunk, hogy nem tudunk kinek delegálni, és hogy legyen egy olyan ember mögöttem, aki támogat engem. Egy cég életében, amikor megszületik egy ilyen gondolat, akkor ki az, aki igazán a fő motorjává válik, hogy volt ez nálatok? Hát ami nagyon-nagyon kell, az ugye nyilván az, hogy az első számú vezető is elkötelezett legyen a mentén, hogy erre valóban szükség van. Hogyha tőle jön ez a fajta megerősítés, hogy ez egy jó ötlet, és hogy hasznos lehet a cég számára is, meg a vezetők számára is, akkor az mindig megalapozza a sikert. Megalapozza azt, hogy legalább az érdeklődést fel tudjuk kelteni a vezetőkben. Uh-huh. A vezető... Gondolom, hogy amikor osztotok, szorzottok, hát nyilván ennek nagyon sok erőforrás igénye van egy ilyen programnak, akár időbefektetés, akár anyagi befektetés. Miféle hasznot várhat egy felső vezető egy ilyen programtól? A cég szempontjából nyilván van egy olyan nagyon egyszerű haszna is, hogyha van házon belüli tehetséges ember, aki alkalmas lehet egy vezetői pozíció betöltésébe, akkor az ő keresési költsége és az az idő, amíg a keresés zajlik, ami sokszor akár fél évet is igénybe vesz, ez rögtön elérhetővé válik a vállalat számára, és nem kerül plusz költségbe. Ugyanakkor ott van a már megszerzett tudás, és ott vannak azok a dolgozók, akik ha lehetőséget kapnak, akkor nyilván sokkal elkötelezettebbek lesznek, hiszen azt érzékelik, hogy rájuk van figyelem és energia fordítva. Ez mindenképpen egy haszon. A vezető szintjén pedig az biztosan egy azonnali nyereség, hogy megjelenik egy plusz erőforrás, amire támaszkodni tud, hiszen olyan feladatokat tud delegálni, amelyeket addig nem tudott megtenni. Uh-huh. Illetve hát az, hogy ő maga a saját energiáját rá tudja fordítani stratégiai feladatokra. Ez egy explicit elvárás volt szintén ezen a nyitó workshopon, hogy ezek az emberek a
akik bekerülnek ebbe a programba, ők plusz energiát tegyenek be azon felül, amit addig belefektettek a munkájukba. Így van. Említetted a felsővezetői elkötelezettséget, vagy elköteleződést egy ilyen program mellett. A HR-nek milyen szerepe van egy ilyen program megvalósításában, vagy egyáltalán elindításában? Az én szakmai tapasztalatom az az, hogy nagyon fontos, hogy ha látjuk a tüneteket, akkor össze tudjuk rakni az egész képet. Az egész kép összerakás alatt pedig azt értem, hogy legyen ötlet, amivel az ember oda tud állni a vezető kollégái elé. Most mindegy, hogy mi a téma, lehet, hogy nem vezető kollégákról beszélünk, hanem oda tud állni az adott emberek elé a HR-es, és tud megoldási javaslatot mondani arra a helyzetre. Az már egy másik kérdés, hogy hogyan teszed elkötelezetté a vezetőket az iránt, hogy ők ebbe tényleg bele is akarjanak vágni. Halván a piacon lévő nem a ti vállalatotokat, hanem általában a HR-nek a presztízsét, akkor ez úgy tűnik nekem, hogy nálatok azért a HR egy elfogadott pozíció, és sokra tartják, ugye? Tehát számít a HR vezetőnek a szava. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy igen. Nyilván ehhez az is kellett, hogy amiket elkezdtünk, vagy amiket javasoltunk, azok hasznosnak bizonyultak a vállalat számára. A beinvestált energia és az erőforrás az megtérült, hogy ezt így fogalmazzam. Tehát magyarul az a pénz, amit ráköltünk egy-egy fejlesztési folyamatra vagy tevékenységre, az forintokban is megjelenik a vállalat életében. És akkor itt megint említhetném, hogy az elkötelezett és motivált dolgozók, azoknak a tevékenysége, az gazdasági eredményben is mérhető. És ezért nagyon fontos, hogy fordítsunk energiát, és olyan energiákat fordítsunk a dolgozókra, amire nekik szükségük van. Uh-huh. Általában egy ilyen programmal programmal szemben szokott lenni ellenállás. Nálatok volt-e, és hogy milyen jelei voltak ennek? Hát azt kell mondjam, hogy természetesen volt. Mert hogy nincsen új a nap alatt, és hogy ezt is már, amit mi most itt elkezdtünk, újonnan kezdtük el, tehát az azt jelenti, hogy egyszer már volt arra kezdeményezés, hogy létrejöjjön egy utánpótlás és kulcsembereket nevelő program. Sajnos oda nem jutott el már maga a folyamat, hogy megvalósuljon a fejlesztés, kiválasztásra kerültek az emberek, de aztán azért, mert nem volt folyamatgazda, vagy a folyamatgazda nem vette feltétlenül komolyan az ő feladatát ebbe, elhalt ez a kezdeményezés, és nyilván ez a fajta tapasztalat, ez benne volt abban, amikor újra megpróbáltuk ezt létrehozni. Uh-huh. És hogy lehet ezt az ellenállást aztán termővé fordítani, vagy támogatássá fordítani? Mit tettetek ebben az esetben? Ugye ez megint két dolgon múlik szerintem. Az egyik az, hogy az én szempontomból fontos volt, hogy egy olyan céggel működjünk együtt, és egy olyan céggel valósítsuk meg ezt a fejlesztő programot, akiket én már egyébként a szakmai múltamból ismertem, és dolgoztunk együtt egy hasonló folyamat keretében, tehát megvolt az a hitem, meg az a tudásom, hogy ez működhet, és abban kellett segíteni a vezetőket, hogy nekik is meglegyen ez a hitük ebben. Hogy lehet ezt segíteni? Úgy lehet segíteni, ha ők is be vannak vonva a folyamat legelején, lehetőségük van nekik is elmondani, hogy mit szeretnének. Hetente vannak informálva minden részletről, és megismerkedhetnek azokkal az emberekkel, akik magát a folyamatot külsős támogatóként fogják segíteni. Uh-huh. Most, hogy így említed a külsős támogatókat, ebben a munkában, ebben a projektben a Concordia volt a külsős támogató, uh-huh. és te voltál személy szerint, aki aktívan részt vett ebben a programban. Már az előbb mondtad, hogy van egy ilyen első találkozó, ezt ugye úgy hívjuk belső nyelv, vagy kick-off meeting, uh-huh. amikor elindul egy ilyen projekt folyamat. Hogy hogyan zajlik egy, főképp a célok tekintetében, hogy zajlott, ugye van erre emléked, uh-huh. hogy is ment ez? Kétféle ilyen kick-offnak nevezhető esemény volt. Az első az, amit Klári az előbb említett, hogy a vezetők nulladik lépésbeli bevonása, és az ő igényeiknek a felmérése, ez egy félnapos vezetői workshop volt, ami keretében megkérdeztük őket, hogy nekik mire lenne szükségük, hogy lenne hasznos ez a program, mit várnak ettől, illetve azt is felmértük, hogy a résztvevőktől mit várnak, tehát hogy mik azok a kompetenciák, amiket tudniuk kell ahhoz, hogy tényleg szakértői és vezetői vonalon is utánpótlást jelenthessenek. És volt egy második kick-off, ami pedig már a kiválasztott résztvevőkkel együtt volt, és itt egyfajta közös elvárástisztázás volt, egy közös
lendületadás, egymás felé is megmondták, hogy mi az, amit ők szeretnének. Tehát itt már a résztvevők is bele tudták tenni azt, hogy ők hogy tudják elképzelni magukat. Ugye ez a szakértői szerep különösen, mert a vezetői kevésbé, de a szakértői szerep egy kicsit új volt a Bentelerben. És hogy akkor ezt az egész szerepet definiálni kellett, hogy akkor mit fog ez a szakértői csapat csinálni. Amikor egy ilyen megbeszélés és a célok tisztázódnak, én azt gondolom, hogy nem elég, hogy a célok tiszták, hanem ugye akkor ez sikeres majd egy ilyen folyamat, hogyha maradandó magatartásváltozás történik, ugye? Igen, és ez tulajdonképpen ezen a kick-off meetingen, vagy kick-off workshopon már meg is jelent, hogy akkor egy új szerepkört is definiáltunk, egy teljesen új programot definiálunk, akkor most az az elvárás ettől az új programtól, hogy egyfajta kultúraváltás jön létre, egyfajta ilyen tartós magatartásbeli és hitbeli változás. Mondanál egy példát, például ilyen hitbeli változásra, hogy mire gondolsz? Hát ebben az esetben elsősorban az volt ez a várakozás, hogy közelítsen egymáshoz a menedzsment csapat és egy második számú csapat. Hogy a második számú csapat és rajtuk keresztül a többiek is a cégnél elhiggyék, hogy ők is hatással vannak. Tehát, hogy ne várják azt, hogy a menedzsment mindent eldönt, akkor mi meg végrehajtjuk azokat a dolgokat, amiket ők eldöntenek, hanem hogy ők is aktív részesei váljanak annak, hogy hogyan alakul a Benteler. Kicsit mesélj nekem arról, hogy egy ilyen program egyáltalán hogy épül fel, hogy teszitek össze, mennyi ebben az elmélet, mennyi ebben a gyakorlat, milyen lépései vannak? Hát az eleje az elsősorban workshop jellegű volt, tehát hogy kidolgoztuk, hogy mire van szükség, aztán kidolgoztunk egy kompetencia rendszert, ugye azt, amit a vezetők meghatároztak közösen, hogy mit szeretnének ettől a csapattól, azt egy egész rendszerré fejlesztettük. Utána volt egy felmérés fázis, ahol egy nagyobb résztvevői csapatból választottuk végül ki a 12 résztvevőnket, tehát hogy volt ennek egy kiválasztás része is, meg már egy development center része is, tehát ők már nagyon konkrét visszajelzést kaptak a saját teljesítményükről, fejlesztő jellegű visszajelzést. Még volt ennek, tehát meg volt támogatva ez a kiválasztási folyamat egy kérdőíves módszertannal is, és utána pedig volt ez a nyitó esemény, ahol a közös célokat határoztuk meg, ez egyfajta ilyen csapatépítő esemény is volt, ahol a menedzsment és a résztvevők együtt voltak jelen, és már azt szolgálta, hogy ez a közeledés informálisan is, meg formálisan is megtörténhessen. Utána pedig tréningek voltak, 4 darab készségfejlesztő tréning volt, és minden egyes tréning után 2 alkalommal újra találkozott a csapat, már felébe bontva szakértői és vezetői kis csapatokban, és egy csoportos coaching során az egyik csapatnál főleg a vezetői helyzeteket néztük, a vezetői készségeket fejlesztettük, a szakértői csapatnál pedig pontosan ez az új szakértői szerep, a létjogosultsága, az egész szakértői rendszernek a felépítése volt a cél ezeken a coaching alkalmakon. És a végére lett is, össze is állt egy prezentáció, amit a menedzsment számára előadott ez a szakértői utánpótlás csapat, hogy mit szeretnének. Uh-huh. Hát akkor végül is ez volt maga a folyamat, ahogy megterveztétek. Én gondolom, hogy ez így le is zajlott, ahogy tervezve volt. Mi lett ennek a haszna? Kézzelfogható haszna. Kézzelfogható haszna az lett, hogy ha csak arra utalok, hogy a következő évben újra visszamértük az elégedettséget és a motivációt, hogy ott milyen mértékben változott meg a vezetők megítélése, illetve milyen mértékben változott az a megélés, hogy létezik már alternatív fejlődési lehetőség a vállalaton belül, akkor ebben szignifikánsan mérhető volt a hatás. Ez volt az egyik számokban kifejezhető, ami ennél sokkal fontosabb volt nekünk, és amit a tapasztalat adott, az pedig az, hogy a felső vezetői döntések azok korábban, hogy hogyan születnek, nem voltak feltétlenül világosak a kollégáink számára. Sokszor ért bennünket az a kritika, hogy akár ők is tudnák ezt jobban csinálni, és ez a fajta hozzáállás, meg a gondolkodás, hogy születik meg egy felsővezetői döntés a vállalati érdekek mentén, ez érezhetően megváltozott. A másik nagyon jelentős haszna az lett, hogy mivel a kollégák elkezdtek rálátni egymás területére, nagyban segítette a megértést, az elfogadást, empátiát,
Elkezdődött egy együttműködés, elkezdtek egy közös nyelvet beszélni, hiszen őnekik rengeteg közös élményük született, meg rengeteg problémát, személyes dolgot is meg tudtak egymással osztani az alatt az egy év alatt, és azok a tudások, amelyek eddig külön-külön léteztek, elkezdtek összeadódni, és szignifikánsan magasabb teljesítmények tudtak létrejönni az együttműködések kapcsán. Gondolom, hogy ezzel a rendszer szemléleti készségüket, képességeket is abszolút fejlesztettétek. Uh-huh. Illetve egymástól nagyon sokat tanultak, uh-huh. Szerintem ez egy nagyon fontos hozadéka volt a programnak. Arra egyébként emlékeztek, hogy milyen kompetenciákat tudtatok meghatározni így markánsan, hogy mitől jó vezető nálatok egy vezető? Voltak külön vezetői kompetenciák is, amiket csak azoknál mértünk, akik a vezetői utánpótlás részcsapathoz tartoztak. Ebből azt hiszem kettő volt, de most én pontosan nem tudnám felidézni. A vállalati vezetői kompetenciákból történt a lebontás egyébként. Ezt, többek között ilyeneket nézünk egy-egy vezetőnél kompetencia szintjén, hogy mennyire képes és tud minőségi döntéseket létrehozni, mennyire képes másokat vezetni és fejleszteni, mennyire képes saját magát fejleszteni, és hogy milyen képessége van az eredmény elérésének. Tehát azt mondtátok, hogy végigment ez a folyamat, volt neki haszna, mégpedig sok mindent felsoroltál. Mit gondolsz, mi lehetett az oka, hogy ez ilyen sikeres volt? Ugye még egy nagyon fontos haszna volt, amit nem említettem, de talán a legfontosabb, hogy ebből a 12 résztvevőből mi 7 kollégát ki tudtunk nevezni csoportvezetővé vagy és felsővezetővé. Voltak olyan résztvevők, akik már korábban benne voltak ebben a szerepkörben, de mondjuk nem voltak képezve a szerepkörre magára. És akkor itt utalva arra, hogy attól lett népszerű ez a program, hogy az ő tevékenységük láthatóvá vált a szervezeten belül, hiszen ők csak pozitívat mondtak róla, elkezdtek másként viselkedni, tehát megvalósult az a vezetői elvárás, amivel ők bementek a programba. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert ezt érzékelték a kollégáik, ezt csatolták vissza a felmérésbe, hogy ők érzékelik az ő közvetlen középvezetőik változását, és presztízsé vált. Egyébként ez cél volt, amikor meghatároztuk, hogy ezt a programot elindítjuk, akkor mi delegáltuk a tagokat a programba. És az volt a cél, hogyha ezt látják, hogy hasznos, és látják ennek ők is az értelmét, akkor maguktól fognak a későbbiek során azok a jó teljesítő kollégák jelentkezni, akiket egyébként mi várunk is, hogy jelentkezzenek ebbe a programba. Uh-huh. Vagy a jövőképet is adott. Tehát az, hogy ebből a programból el lehet jutni tényleg felsővezetői pozícióba. Tehát, hogy ez hihetetlen hitelt adott a programnak. Volt esetleg még a sikerhez visszatérve, hogy mi okozta, vagy mi tette igazán sikeressé, hogyan látjátok ezt a programot, hogy volt-e valami konkrét életszerű feladatuk esetleg így a projekt kapcsán? Igen, ebben a Kriszt is biztos meg tud erősíteni, hogy az is egy elvárás volt, amikor a folyamatban a résztvevők bekerültek, hogy valami komfortzónájukon kívüli folyamatban vegyenek részt, egy olyan projektet vigyenek, ami nem a területükkel kapcsolatos, és olyan, ami a vállalati eredményeket támogatni fogja, és ez nagyban segítette egyébként szintén az együttműködést, azt a fajta közös élményt, azt a lehetőséget, hogy prezentálhattak a menedzsment előtt, és az ő sikereiket megoszthatták. Segített abban, hogy sikerélményük legyen. Persze folytatás, vagyis hát én úgy tudom, mint a kulisszák mögül, hogy már el is indult ez a folytatás. Így van, elindult. Tehát van egy második első évfolyamunk. Arra vagyunk nagyon büszkék egyébként, hogy ebben már a tagok valóban voltak olyanok, akik önként jelentkeztek, és egy közös megértéssel választjuk ki azokat, akik tovább mehetnek arra a felmérési szakaszra, amit a Kriszta mondott. Volt esetleg olyan résztvevője ennek a programnak, akiről mondjuk pont az derült ki itt menet közben, hogy mégsem igazán ideillő, vagy ezeknek a kompetenciáknak megfelelő. Előfordulhat-e egy ilyen? Tehát, hogy milyen ennek a résztvevői szempontból, milyen ennek a tanulási folyamata? Hát magáról a folyamatról Kriszta biztosan többet tud mondani, de két kimenete lehetséges, amit én el tudok mondani. Az egyik, hogy az ember, amikor, vagy egy vállalat, amikor dönt arról, hogy elkezd egy ilyen folyamatot, akkor vállalja annak a rizikóját, hogy azok, akiket itt kiképez,
azok akár el fogják hagyni a vállalatot, és ezeket a megszerzett képességeket, tudásokat, azt a mély önismeretet, amivel utána fognak rendelkezni, máshol fogják kamatoztatni, ez is benne van. Illetve benne van ugyanaz a rizikó, hogy valaki, aki addig magáról azt gondolta, hogy ő többre lenne képes, illetve valamilyen vezetői hiba folytán ezt a visszajelzést kapta saját teljesítményére vonatkozóan, arról kiderül menet közben, hogy ha megkapja a lehetőséget, akkor nem tud vele élni, vagy nem jól él vele. Történt olyan egyébként így akkor, hogy ki is mondjam azt, amire a kérdésed szerintem irányult, hogy volt olyan vezető, akit mi kineveztünk, és másfél évvel később úgy kellett döntenünk, hogy nem fogjuk tudni közösen folytatni a munkát, mert sajnos nem volt arra a szerepkörre még érett. Uh-huh. És tanácsadói szempontból ugyanerre a kérdésre, tehát hogy láttad belülről a tréningek folyamán ezt az önismereti vagy tanulási folyamatot, hogy hogy élték meg az emberek, voltak-e nehéz pillanatok? Nehéz pillanatok igen voltak, de nekem az volt a nagy élmény ebben a tréningben, hogy minden egyes résztvevő nagyon nyitott volt erre az önismereti munkára, tehát hogy tényleg ez az a fajta tudatosítás, amikor elkezdjük vizsgálni, hogy mi az, amit már ösztönösen csinálunk, ennek milyen hatása van, és szeretnénk-e azt a hatást elérni, vagy inkább valami más hatást szeretnénk elérni. És erre nagyon nyitott volt ez a csapat, tehát hogy ilyen szempontból hihetetlen öröm volt velük dolgozni, mert élvezték is, és használták is ezt a helyzetet arra, hogy saját magukról tanuljanak. Ha említhetem, akkor az egyik olyan csoporttag, aki felső vezetőnek lett kinevezve, ő például, amikor a kinevezés szóba jött, akkor pont ez volt az a viselkedése, ami miatt amellett tudott dönteni a Benteler, hogy ténylegesen megadja neki ezt a lehetőséget, hogy felső vezetőnek kinevezi, hogy hihetetlen jó volt ebben a tudatosítás, önreflexió, önismeret tanulásban. Miért jó egy ilyen munka egy tanácsadónak? Hát azok a csillogó szemek, akik ott voltak ezen a tréningen, az nagyon sokat adott. Klárinak mondtam is, amikor beszélgettünk erről, hogy az utolsó tréningprogramra valahogy úgy alakult, hogy nem küldtük ki időben a tematikát, és úgy érkeztünk meg a tréningre, hogy a résztvevők nem tudták, hogy milyen tréningre jönnek. És akkor leültünk a nyitó körbe, és fel is tettük a kérdést, hogy na, miért vagytok itt? És akkor azt mondták, hogy hát miattatok. Tehát, hogy tudjuk, hogy jó lesz, mert ti vagytok itt velünk. Tehát ez a fajta bizalom, igen, a hit az így megerősödött. Igen. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és elmeséltétek ezt a sikertöltenetet ott nálatok, és kívánok nektek a következő fordulókban is, vagy a következő résztvevőknek is sok sikert, meg az életben, a megmérettetésben, a valós életben is sok sikert. És köszönöm szépen a nézőinknek is a figyelmet, és következő műsorunkban pedig október 12-én várjuk Önöket szeretettel. Viszontlátásra! A műsort támogatta a Benteler Autótechnika Kft. Szakértelemmel, bátorsággal és ambícióval 140 éve a vevői igények szolgálatában.